A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, június 7-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámolót láthatnak a Kárpát-medencei magyarság ünnepéről, a Székelybárról, majd egy beszámoló következik a Kalász Márton emlékülésről, és végül pedig ellátogatunk szintén a táncba álmodott mesék birodalmába. Tartsanak velünk! A koronavírus járvány okozta csend után idén újra, immáron 5. alkalommal rendezték meg Székesfehérváron a Székelybárt, a Kárpát-medencei magyarság ünnepét, amelynek keretében idén a Kegyes Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítsége Jótékonysági Alapítvány tevékenységét támogathatták a résztvevők. A hagyományőrző jótékonyság eseménynek a Mól Aréna Sóstó rendezvényközpont adott otthont. Kell nagy elkötelezettség, hogy beleálljunk, kell egy jó csapat, és kellenek a segítők, a támogatók. Itt gondolok a városra, gondolok azokra az emberekre, akik belépőjegyet vesznek, gondolok a szponzorokra, és gondolok azok, akik minket lelkileg támogatnak, hisz ez is nagyon fontos dolog. Elkötelezettség és munka. Nagyban megnehezítette a szervezést azt, hogy igazából áprilisban láttuk, hogy megmerjük csinálni ezt a rendezvényt, és nagyon örülök neki, hogy beleálltunk. A kárpátaljaiakat is segítitek folyamatosan. Ez most mégis különleges, hiszen egy ünnep keretében, amire rányomja a bélyegét óvatatlanul is az orosz-ukrán háború. Igen, hát mindenképpen, de pontosan egy jó alkalom arra, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hiszen olyan alapítványnak adjuk ott a segítséget, aki a kórházban elhagyott gyermekekkel foglalkozik, a Kegyes Alapítvány, és ráadásul az ukrán menekülteket is segíti, és ezzel nagyban tehermentesítik a kárpátai magyar közösséget, ahol a magyar embereknek lenne tehertétel az oda kerülők, menekültek. Tehát a Kegyes Alapítványon keresztül a kárpátai magyarságot segítjük minden tekintetben. Teseli Zoltán a kezdetektől támogatja a rendezvényt, szívügye a határon túlélő honfitársaink segítése, hiszen a BÁL jótékonysági kezdeményezése mellett megélhetjük ezt a kulturális programok segítésével és a testvérvárosi partnervárosi kapcsolatok építésével is. Talán aki ismer, tudja, hogy ebben a világban én több mint 2 évtizedet töltöttem a népzene, néptánc világában, és azt gondolom, hogy a politika is ezer szállal kapcsolódik ehhez, hiszen vannak olyan dolgok, amit az elszakított részek magyarságától nekünk kell visszatanulnunk, és ezért van olyan is, ahogy a kérdésben is volt, amikor pedig nekünk kell segíteni, hiszen látjuk azt, hogy most tőlünk keletre éppen mi zajlik, és hogy valóban segítségre szorulnak a kárpátaljai magyar testvéreink. Hogy a hétköznapokban mit lehet tenni, szerintem ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ő mit tud. Én szerintem mindenkinek a saját életében kell keresni ezeket a gyökereket. És a székelyek nagyon sok mindenre tudnak bennünket tanítani. Ha egy kicsit ismerjük a történetét, a történelmét a vidéknek, akkor megint csak ugyanazt tudom mondani, akkor tudunk tanulni a hétköznapokban is tőlük, hogy hogyan lehet örülni dolgoknak, hogyan lehet összefogni, hogyha össze kell, hogyan lehet mulatni, hogyan lehet a jó alkalmakból erőt meríteni, de azt, hogy ezt mi Fejér megyében hogy tudjuk, ehhez kellenek ilyen alkalmak, amikor is szembesülhetünk azzal, hogy mi miben vagyunk erősek, és miben tudnánk még erősödni. Én azt gondolom, hogy most, amikor jövő héten Pünkös, Csíksomlyói búcsú és alkalmak nyílik, hogy mi menjünk oda, akkor nyilván ott egy vallásos lelkülettel is sok mindent lehet tanulni, már csak abból is, hogy a keresztaljak mondjuk hogy mennek fel a nyerekbe. De egy kocintásból is sok mindent lehet tanulni. Úgyhogy az lenne jó, hogyha ezt a székely hagyományt, ezt úgy tudnánk élővé tenni, hogy a saját életünkben meg tudjuk élni az apró dolgait.
én azt kívánom, hogy ez a bál is segítse ezt. Köszöntőjében Székesfehérvár alpolgármestere Lerner Zsolt örvendetesnek nevezte, hogy a járvány időszak miatt kényszerűségből kihagyott két esztendő után ismét Székelybárra kerül sor városunkban, ahol nyitott szívvel és barátsággal fogadhatjuk az ideérkezőket. Összeköt bennünket mindenféleképpen az anyanyelv. Egy anyanyelvünk van, azonos kultúránk, azonos hitvilágunk. A városnak a címerében is benne van a nyitott várkapu, a nyitott kapu. Mindenféleképpen egyfajta elkötelezettséget és felelősségvállalást is ró a városra, és ezt szívből megteszi. Mind a polgárok, mind pedig az önkormányzat és a civil egyesületek is természetesen. Székesfehérvár olyan helyzetben van, hogy van egy határon túli tanácsnok. Ez mennyit segít a munkában? Nagyon sokat segít. Gyakorlatilag, hát akár az ukrán menekülteket nézzük, nagyon sokat mentek tanácsnokaink, illetve tanácsnokasszony és tanácsnok úr a határa, a határ széli településekre rengeteg ajándék, rengeteg dolgot, hasznos dolgot vittek, amit kértek, és a minden napokban, minden hónapokban szinte a Székelyfölddel pedig aktív kapcsolatot tartanak, illetve Délvidékkel is. Deák Lajosné a család és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka is köszöntötte a résztvevőket. Székesfehérvár kiemelten odafigyel a határon túli magyarságra. Ahogy mondják, a székelyeket akkor is szeretni kell, hogyha nem tudnának magyarul, de ők csak magyarul tudnak. Egy jótékonysági bál kimondottan a szeretet jegyében szokott eltelni. Most pont adott az idő, hogy a szeretettel összefogni és támogatni őket. Az adott helyzet ugye, hogy Kárpátaljának is gyűjtünk. Olyan gyerekek részére fogunk ezen a jótékonysági báron gyűjteni, akit ott hagytak a kórházba, aki senkinek se kell, csak nekünk kell. Nagyon köszönöm, akik eljöttek és a mellénk álltak ebbe a nemes ügybe és támogatnak bennünket. Nagyon fontos minden élet és nagyon fontos minden magyar. Nagyon fontos kérdés, hogy most az orosz-ukrán háború okán nyilvánvaló, hogy számtalan segély érkezett Székesfehérvár részéről is. Miként tudunk üzenni egy ilyen székelyvállal? Szerintem ez a helyzetben nagyon össze kell fogni a magyarságnak. Nagyon fontos, hogy együtt kell, hogy doboljon a szívünk, együtt kell segítenünk mindannyi elcsatolt országrészünknek. Most Kárpátalja kiállt segélykiáltásért. Székesfehérvár ebbe is első volt, hiszen civil szervezetekkel összefogva elsőként jelentünk meg a határon és támogattuk őket, és mai napig is el nem engedjük a kezüket. Szili Csaba, aki pedagógusként és a Válasz Egyesület alelnökeként is sokat tesz az elszakított országrészekben élő honfitársainkért, büszke rá, hogy közösségük folyamatosan részt vállal a segítő munkában. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, akiknek nagyon fontos a jótékonyság, nagyon fontos embertársaink, és azon belül is a Kárpát-medencei magyarság segítése. Amikor elindítottuk ezt a bált, akkor is fontos volt már nekünk, hogy mellé tegyük a Székelybál mellé nevében is, hogy a Kárpát-medencei magyarság ünnepe, úgyhogy mi már kezdetektől kezdve elsősorban kárpátaljai területekre is szerettünk volna eljuttatni adományokat. Az egyesületünk számára ezek a rendezvények, ezek kiemelt jelentőségűek. Nem csak maga a bál, hanem egy egész éves kapcsolattartás határon túli közösségekkel, sportba, kultúrába, turizmusba egyaránt, kirándulások és mindenfajta kapcsolatok építésével. Próbálunk minél több szálat összefonni a határon túli magyarság és az itt élők között, és szeretnénk azt is, hogy az itt élők, akár fiatalok is, minél több információval rendelkezzenek, és minél jobban átéljék azt, hogy mi, a magyar közösség, az határon átnyúló szeretettel vagyunk egymás iránt. A Fejér megyei kormányhivatal munkatársai számára nem kérdés, hogy ott a helyük, amikor segítséget kell nyújtani. Úgy gondolom, hogy minden nép, minden nemzetnek a kulturáltságának a szintjét jelzi, illetve a társadalom minőségét jelzi az, hogy bánik a hazája az országa területén élő nemzetiségekkel, és ez már ennél beszédesebb, sokkal beszédesebb az, hogy az adott nép, az adott nemzet hogyan viszonyul a hazája területén a határaink kívül élő nemzetiségekkel, a hozzátartozó véreivel, a honfitársaival, így a székelységgel, a székely magyarokkal. És egy ilyen székelybál úgy gondolom, hogy mindenféleképpen azt az összetartozást szimbolizálja, és azt az együvé tartozást, amely iránt székely testvéreinknek tartozunk,
hiszen ők akkor is megmaradtak magyarnak lenni, és akkor is kitartottak a magyarságuk mellett, amikor úgymond ez nem volt divat, vagy éppen veszélyes volt, és ezért úgy gondolom, hogy tartozunk nekik azzal, hogy a minden tőlünk elvárható legjobb módon viszonyulunk hozzájuk, és természetesen különböző rendezvényekkel, akár egy jótékonysági rendezvényel, akár egy bállal, vagy bármilyen más támogatással is ezt a gesztust ezt gyakoroljuk feléjük. Karsai Béla számos egyesület munkáját segít és koordinálja, szentegyházi kötődése jókán számára természetes, hogy gyémántfokozatú támogatóként járul hozzá a bál megrendezéséhez. Hogy 1998 óta vagyunk Erdélyben, akkor alapítottuk az első vállalatunkat. Én azt hiszem helyesen tettük, hogy nekünk nem az volt a fő fókusz, hogy kivigyünk egy oszlopot és egy szép mementót állítsunk, hanem úgy gondolom, hogy a munkahelyeket kellett megfogalmazni ott. És most már egy szépen működő vállalatunk van, ami 45 volt alkalmaz, és nagyszerűen fejlődnek. Én azt gondolom, hogy ez az, amit én szerettem volna tenni az erdélyi emberekért, és azért a közösségért. Egyéb iránt meg azért jöttem jó közérzettel ide, mert olyan ritkán hallani a székely himnuszt, és itt együtt énekelhetjük el. Ez egy felemelő érzés mindig. Szentegyházi példa jó példa másoknak is? Szerintem jó példa, bár hozzáteszem, mindig azon múlik egy vállalatnak a működése, hogy jó társakat talál-e az ember. Megértik-e azok az emberek, hogy nem azért vittünk oda tőkét, hogy ott mindenáron hazahozzuk és háromszoros haszonnal, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan megélhetés az ott élő embereknek, ami stabil, kiszámítható elhelyezkedés, vagy stabil, kiszámítható megélhetést biztosít az emberek számára, a családok számára. Szerintem ez egy nagyon felemelő érzés, és persze most már ott is az az ember, vagy az a házaspár, aki vitte eddig a cégünket, már sajnos nyugdíjba mentek, mert hát egyívásúak vagyunk, de megtaláltuk ugyanazt a komoly embert, aki évek óta ott dolgozott, és most ő viszi a céget. Úgyhogy ilyen szempontból én nyugodt vagyok, hogy folytatódik ez a kapcsolat. Az értő és játékosságáról ismert műsorvezető, a média személyiség Berec István Amondó hinni kell abban, hogy a segítség célba ér. Én abban hiszek, ami az életem is, hogy nem egy felkiáltója, nem egy felszólító mód a hagyományaink megőrzése sem, hanem egy lehetőség arra, hogy szebb és boldogabb életet éljünk. A határon túli testvéreinkkel való kapcsolattartás az sem egy ilyen kényszer nekem, amit így az ember így vasárnapokon az ünneplő ruha mellé így elő kell akkor most venni, hanem egy olyan lehetőség, hogy nekünk a történelem megőrzött olyan csodálatos szellemi állapotokat és kulturális állapotokat, mint például a székely barátainké. Tehát a táncaik, az énekeik, az eszejárásuk, a gondolkodásuk, a mindig a nehéz sorsban, mindig kisebbségben való megélés és boldog megélés lehetősége, az hagyott ránk egy olyan gondolkodást, egy olyan észjárást, ami a világon bárhova vetődjünk, az mankóul szolgálhat. És ezért azt hiszem, hogy ezért fontosak ezek az alkalmak, hogy sose felejtsük el, hogy ez egy lehetőség, amivel vagy élünk, vagy nem. És a mi előnyünk, ha élünk vele. Az esten fellépett a Délvidéki Csillagvirág néptánc együttes és népi énekeivel a székelyföldi Szentegyházáról érkezett gyerekfilisek kórusa is, akiket különleges vendégek is üdvözölhettek, hiszen a bálon ott volt a székelyföldi Varga Sándor verstábor egyik fontos szervezője, Hornyák Gábor is. Azt gondolom és azt remélem, hogy nagyon az elmúlt időszak, amit a Covid-dal mindannyian megéltünk, az nagyon szétdarabolta a társadalmat, és nagyon szétdarabolta az emberi kapcsolatokat. Minden személyes találkozásra nagy szükség van, és ez a személyes találkozás különösen nagy öröm, hogy a székelyekkel találkozhatunk, mert a székely magyarság az a magyarságnak egy olyan szelete, amiből azt gondolom, hogy mindannyian tanulhatunk. A vendégek sorában üdvözölhettük a verstábornak otthont adó Csíkpálfalva általános iskolájának igazgatóját, Fehér Ilonát is, aki otthonról hazajött. Nagyon jó eső érzés itt lenni, hiszen tőlünk 800 kilométerre is szerveznek székelybált.
az anyaországból gondolnak a székelyekre, a határon túli magyarokra. Ez egy nagyon jó eleső érzés, és 2019-ben a csíkpálfalvi Márton Ferenc általános iskola javára történt a székelybálon a gyűjtés, amit ezúton is szeretnék megköszönni a székesfehérváriaknak. Most itt vagy látogatóban, köszönhető a versünnepnek is, és nagyon-nagyon fontos. Milyen tapasztalataid vannak, hiszen sikerült megismerni nagyjából a várost? Egy nagyon szép város, nagyon tiszta, nagyon rendezett, engem elbűvölt a város. A versünnep gálája ma délelőtt az egy fantasztikus élmény volt számomra, hiszen mind a 8 versenyző annyira kiválóan szavolt, annyira szépen szavolt, hogy én nem szívesen lettem volna a zsűri helyében, én nem tudtam volna dönteni, azt hiszem. Nagyon felemelő élmény volt a versünnep gálája, és itt az egész itt létem nagyon kellemes érzés volt, mindenki nagyon kedves, és úgy éreztem, hogy Székesfehérvárról már annyi ismerősöm van, hogy mintha valamelyest hazajönnék. Mi is így érezzük, hiszen nem sokára útra kelünk, és ott leszünk a Csíkcsomortánban és Csíkpálfalván, a verstáborban. Mit jelent Csomortánnak és Pálfalvának a verstábor, hogy esztendőről esztendőre ott rendez? Csomortánnak a verstábor, tehát ez, hogy fogadhatjuk a fiatalokat, és nálunk tanulhatnak, képezhetik magukat a legjobb versmondók, mert azok jönnek a táborba, és ezzel persze tovább viszik községünk, Csíkcsomortán falunak a hírnevét, tehát ez nekünk egy nagyon jeles esemény a verstábor, és egy ünnep is, az egész falunak ünnepez, hogy ott vannak a gyerekek, az egész Kárpát-medencéből, és ott tanulnak, kirándulnak, mi fogadhatjuk őket, megmutathatjuk a helyi értékeinket. Ez nekünk egy különös élmény, és egy ünnep. A bállal az alapítvány a kórházakban magukra hagyott csecsemőket és kisgyermekeket segíti, valamint a háború által sújtott menekült családoknak próbál segítséget nyújtani. Kalász Márton, Kossuth és József Attila díjas költőre, nemzetművészére emlékeztek Székesfehérváron. Az emlékülésen neves irodalmárok tekintettek vissza a költő nagyívű pályájára. Egyszerre német is vagyok és magyar is vagyok. Van egy anyanyelvem a német, és van egy szellemi anyanyelvem és habitusom, amely összeköt engem a magyar kultúrával. Vallotta Kalász Márton, akinek pályáját egy emlékülés keretében idézték meg a Vörösmarty könyvtár olvasó termében. Szerintem az egyik legfontosabb költői teljesítményt hozta létre a II. Világháború utáni korszakban. Arról is szólhatunk természetesen, hogy Székesfehérváron töltött másfél évtizedet, tehát itt élt, itt dolgozott, innen jár föl az Újírás folyóirat szerkesztőségébe. Éppen Takács Imrével együtt, aki viszont a kortárs szerkesztő volt akkorban. És ez egy legendás korszak volt Fehérváron, mert két olyan jelentős alkotó élt közöttünk. Persze kiegészítem például a Sobor Antallal és másokkal, hogy ez a magyar kortárs költészet szempontjából is rendkívül fontos, meg a próza szempontjából is. Az est vendégeként monográfusa Bartusz Dobozi László megfogalmazása szerint Kalász Márton a versei nyelvévül a maga által választott magyar irodalmi nyelve mellé nagyon hamar visszaszerette magához anyanyelvét, a németet is. Egy nagyon sokrétű, sokoldalú ember volt, nem csak költőként, hanem íróként is olyat tett le, például a sváb kisebbség tulajdonképpen neki köszönheti a Téli Bárány című regényt, ami gyakorlatilag a népnek, ennek a nemzetiségnek, magyarországi nemzetiségnek a káváriáját bemutatja. De Kalász Mártont említhetjük meseíróként is, és amúgy pedig sok éven át tanított egyetemen is, tehát egy igazán reneszánsz ember volt, nyugodtan mondhatjuk. Sebők Melinda gondolataiban egy olyan példa és példakép pályáját méltatta, aki kivételes életművet hagyott az utókorra.
Kalász Márton valóban nagyon fontos szerepet tölt be a magyar irodalmi életben, nem csak azért, mert Kossuth díjas, József Attila díjas költő, íróműfordító, hanem azért is kivételes az egyénisége, mert ő egy sombereki, sváb családban született, és egészen kisiskolás koráig nem beszélte a magyar nyelvet, és mindennek ellenére igen igényes, választékos nyelvvel és műgonddal megírt poézist hagyott maga után. Elsimon László nem csak mestereként, költőtársként, de barátként is sokat kapott Kalász Mártontól. Én nekem Kalász Márton nem csak azért fontos, mert egy kiváló költőről beszélünk, aki az elmúlt fél évszázadban a magyar irodalom történetet értékes költeményeivel és regényével tette gazdagabbá, hanem számomra egy barát, sőt egy munkai főnök is megjelenik az ő személyében. 1996-ban ebben a teremben, ahol most beszélgetünk, találkoztunk először, ismerkedtünk meg egy könyvfeti rendezvényen, és kötöttünk már akkor barátságot. És aztán később, jóval később, 2004-től az Írószövetségben együtt dolgoztunk, volt a főnököm, hiszen ő volt az Írószövetség elnöke, én pedig a titkára. Fantasztikus időszak volt az életemben. Emberségből, hitből, kitartásból adott példát, és talán ami legfontosabb, szerénységből és alázatból. Tehát egy nagyszerű emberről van szó. Óriási nagy hiányt hagyott maga után, bár ilyen közhelyeket az ember nem szívesen mond, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy vannak olyan helyzetek az ember életében, amikor a közhelyek képesek csak leírni azt, amit az ember érez. Kalász Márton több mint fél évszázados költői pályafutása során mindvégig a különböző kultúrák, nyelvek egymásba átfolyó világának határterületét igyekezett nagyszabású látomásokban, víziókban megfogalmazott önálló műveivel közelebb hozni egymáshoz, s tette ezt máig ható eredménnyel. A magyar népmesék és a Kárpát-medencei néptánc ötvöződik az Alba Régia Táncegyüttes új előadásában. Novák Péter rendezésében Majoros Róbert és Molnár Gábor koreográfiáival minden korosztályt szeretnének megszólítani. Mesenép címmel készült új családi előadásának bemutatójára az Alba Régia Táncegyüttes, amely tanítómesék gyűjteménye, ahol a méltó jutalom, a büntetés az igazságosság tükrében kerül mérlegre, s a döntő szó a közönségé. Az, hogy a hagyományos népzene, a hagyományos néptánc ötvöződik, azt már azért sokszor láttuk, az, hogy ennek van színházi értéke, azt is, ha más nem a saját szüleimnek a munkássága, ennek a lenyomata, hogy a Kárpát-medencében megtalálható tánc és zenei dialektusok a legerősebb emberi érzések kifejezésére is alkalmasak. Nyilván volt jó sok száz év és sok nehéz és nagy és mély és magas pillanat ahhoz, hogy ezt a paraszti kultúra kicsiszolja magának, ezt az önkifejezési formát. Ez nyilván az utóbbi száz évben már a színpadokon és a színházakban valósul meg, és amikor az ember egy gyerekdarabot választ, ráadásul az Alba Régia Táncegyüttese, akkor nyilván ehhez a forrásanyaghoz nyúl. Az más kérdés, hogy egy csomó olyan morális alapú mondani valónk van, ami, hát most mondhatom azt, hogy korszerű, de közben inkább azt a kifejezést használom, hogy időtlen. Tehát azokat az alapkérdéseket feszegetjük, hogy milyen az identitás, honnan, hova jutunk el, hogyan lehet egy élet folyamán jobb emberré válni, mindezt a gyerekek, de nem bugyuta nyelvén, hanem egy igazán partnerként kezelt közegben, amikor a közönség épp ezért viseli a Mesenép munkacímet, illetve címet a produkció, részese lehet ennek az élménynek. Sok-sok olyan pillanat van, amikor részt vehetnek a gyerekek abban, amit éppen a színpadon csinálunk, vagy a színpadon zajlik, bízva abban, hogy majd az ő kis morális fejlődésükben is ez fontos nyomot és léptéket hagy, amikor egy-egy alapkérdésre fölhívjuk a figyelmüket. Az együttes legújabb egyestés táncprodukciója a színházszerűséget előtérbe helyezve szeretné népszerűsíteni a tradicionális paraszti tánckultúra formanyelvére épülő színpadi táncművészeti ágat, külön figyelmet fordítva a különböző generációk megszólítására
felnőtt, gyermek és ifjúsági korosztályban. A népmesék minden magyar számára nagyon fontosak, főleg gyerekkoruk során, de egészen felnőtt korukig szerintem ez megmarad mindenkinek. A magyar népmesék a legnagyobb forrás, amire így gondolni tudnék. Ez egy csodálatos, valóságtól valamennyire elrugaszkodott történet, amit mi itt megvalósítunk, és a táncban is nagyon sok kihívást jelent. A koreográfiában a táncosok közvetlen színházi élményként a nézőkkel együtt értelmezik majd a társadalmi és erkölcsi normákat, azok emberi mi voltunkra gyakorolt hatásait a meséken keresztül, mindezt meg annyi zenével és tánccal a Kárpát-medence sok nemzetiségű népi kultúráját bemutatva. Régóta dédelgetett álmunk volt, hogy egy gyerek előadást hozzunk össze, aztán úgy látjuk, hogy ez most már nem csak gyerek előadás, hanem az ifjúságitól elkezdve egészen a felnőtt korosztályig figyelünk, meg próbálunk úgy dolgozni, hogy ez mindenkinek egy élmény legyen, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez egy családi történet lesz, tehát a kicsiktől egészen a felnőtt korosztályig megszólítjuk így a nézőket, és szerintem mindenki megtalálja benne majd a neki valót. Tehát sokkal több tulajdonképpen, mint önmagában egy koreográfia, hiszen a népmesei kultúra hagyományos hazánkban, és ráadásul sok-sok olyan igazságot tartalmaz, amit táncban elmesélni nagyon-nagyon érdemes. Igen, és segítségül hívtuk Novák Pétert, aki a darabot mind megírta, mind a rendezését felvállalta. A zeneszerzője pedig ifjabb Csóri Sándor Sündi, úgyhogy jó magunk pedig a koreográfiákat készítjük hozzá, úgyhogy ez egy nagyon jó közös munka. A Péter volt az, akinek ezt feldobtuk, ezt a labdát, hogy szeretnénk egy gyerekdarabot, és hogy ő mit gondol erről. Ő azt gondolta, hogy nem egy mesét fogunk feldolgozni, hanem minden meséből ő kiválogatta azokat a fontosabb elemeket, amit úgy fel tudott fűzni, hogy ez egy kerek egész legyen, és egy nagyon szép íve lesz ennek a történetnek. Úgyhogy Péter tényleg figyelt arra, hogy mindenféle érzékszervet megszólítsunk ebbe a műsorba. A táncosok a tájegységeken és korszakokon átívelő produkcióval nagy utat tesznek meg az élet ugróiskolájában, tanulságos epizódokon át jutva el a közösség örök élményének, megtartó erejének tapasztalásáig. Mi magunk vagyunk, vagy lehetünk a mese nép. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.